Sziasztok srácok, és újra itt a csatornán. Ebben a videóban egy félelmetes játékot, vagyis egy ilyen felmérést fogunk együtt megcsinálni, kipróbálni. Nem ajánlom nektek, mert ahogy így néztem róla videókat, elég félelmetes, de most mi is ki fogjuk próbálni. Viszont szerintem a legfélelmetesebb ebben a videóban azok ezek a kezek. Nagyon sajnálom, hogy ezt fogjátok látni, de önbarnító, vs. Szandi, 1-0. Úgyhogy meg kell várnom, amíg lekopik, sajnos itt fogtok most látni. Úgyhogy soha ne töltsétek le ezt a játékot, ne játszatok vele, főleg ne hajnal 3-kor. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor nézzétek végig ezt a videót. Á, és hogyha horkolást hallotok, akkor az a fiam Anikó. Bocsi. Hajnali 3 óra van, szerintem a lehető legrosszabbkor akarom kipróbálni ezt a játékot, mert hogyha bármi történne is velem, nem tudok senkinek sem szólni, mivel mindenki alszik. Néha amúgy is szoktam itthon egyedül félni, nem tudom miért, mert jó, nem vagyok egyedül, mert itt a Nikó, de amúgy is csak alszik, úgyhogy kívántok sok szerencsét, és remélem, hogy nem ez az utolsó videó. Gyorsan még azért lecsekkoltam, üres a ház, nincsenek egyenlőre még, szellemek meg fura alakok, úgyhogy most már tényleg. Oké, megnyitottam, most látunk itt egy laptopot, ami kérdezi tőlünk, hogy kezdjük el a felmérést, igen vagy nem. És hát egy asztalnál ülünk, ez a fal eléggé emlékeztet a régi szobámnak a falára, ott volt ilyen rücskös a tapéta, ott egy óra. 3 óra 24 AM. Az hajnal 3 óra. Nálam is 3 óra 24 van. Nem tudom, honnan tudja, de jól kezdődik. Szép a napod, vagy jól telik a napod? Hajnal 3 óra van, szóval maximum az éjszakám telhet jól, de amúgy nem volt olyan rossz napom, úgyhogy szerintem kattintsuk az igenre. Ja, azt el is felejtettem mondani, hogy angolul van, és I am perfect English, de azért, hogyha valamit nem tudok, akkor a Google fordítóban fogunk fordítani, mert a legjobbakkal is megesik, hogy valamit nem tudnak, ugye? Jó, most azt mondja nekünk, hogy look around for a moment, ami gondolom azt jelenti, hogy nézzünk itt körbe egy kicsit. Nem tudom, hogy akarom-e. Jó, Istenem. Remélem, hogy kiugrik majd valami hátulról, valami... Oké, itt van egy ajtó. Ó, itt egy ágy is van, ahogy látom. Elég üres ez a szoba. Tudom húzni a függöny. Oké, jó, nem ugrott ki semmi. Szuper, jó jön. Nem verám amúgy így a szívem, de hogy is. Következő kérdés. Do you know where you are? Tudod, hogy hol vagy? Nem, mármint, hogy itt a való életben tudom, hogy hol vagyok, de itt ebben a játékban nem. Úgy néz ki, mint egy hotel. Egy íróasztalnál ülök. Ennyit tudok, szóval nem. Úristen, mi ez a hang? Have you ever had a panic attack? Volt már valaha pánikrohamod? Körülbelül egy másodperccel ezelőtt? Itt tuti, hogy az igenre fogok most kattintani. Nézzük tovább. Do you find yourself questioning your existence? Ez mit jelent? Nem tudom, nem ilyen. Bejük a Google fordítóba, hát ott valamit kiad. A Google fordító azt írja, ugye azon kapod maga... Ja, nem is jól írtam. Ó, te. Azon kapod magad, hogy megkérdőjelezed a létezésedet. Ez most arra gondol, hogy volt-e már olyan, hogy megkérdőjeleztem a létezésemet? Hú, ez nehéz kérdés. Szerintem egyébként ezt már kb. Mindenki feltette magában ezt a kérdést, vagy valójában ki vagyok én, vagy miért vagyok itt, vagy... Szóval ezen a földön, úgyhogy ha erre gondolnak itt, akkor itt most én az igen válaszra fogok menni. Kérdés az, hogy hiszel abban, hogy létezik Isten, és én egyértelműen hiszek benne. Amióta egyébként hiszek benne, azóta szoktak velem jó dolgok is történni, úgyhogy most is nagyon hiszek benne, remélem, hogy megóvattól, hogy bármi gondom legyen, és remélem, hogy a számítógépemet is megóvja, és nem lesz vírusos ettől a játéktól. Vagy lehet, hogy le kellett volna ragasztanom a kamerát? Remélem, hogy nem látnak.
Hallanak vajon? Sziasztok! Sandy Makeup vagyok. A kérdés az az, hogy saját akaratomból válaszolom meg ezeket a kérdéseket? Alapjáraton igen, bár hogyha lenne jobb ötletem, hogy milyen YouTube videót csinálják, akkor nem valószínű, hogy most ezzel a játékkal játszanék, de itt azt hiszem, hogy az igenre kell kattintanom. Mi ez a kérdés? Jól érzed magad abban a szobában, ahol most vagy? Ebben vagy abban? Igazából egyikben sem, jelenleg itt sem érzem magam túlságosan biztonságban, meg komfortosan, meg ott a játékban sem. Nagyon félek, hogy állat fölöttünk valaki, úgyhogy nem. Hogyha a fények lekapcsolódnának, akkor félnél? De hogy is? Igen, nagyon. Ez nagyon rossz ez a játék, főleg így éjszaka egyedül. Baromira remélem, hogy nem most fog elmenni az ára. És hogyha most is elmegy az ára, mint tuti fix, hogy szívinfarktust fogok kapni. Könyörgöm, nem most ugorjon elő valami a háttérből. Hajnali 3 óra 33. Tuti, történni fog valami. Gondolkodtál már valaha azon, hogy mikor fogsz meghalni, úristen? Azt írja, hogy nyissuk ki az asztalon lévő mappát. Izgulok-e? Kicsit sem. Pick up. Mi az? Ez egy fehér papír. Azt mondja, hogy dobjuk ki, gondolom, hogy itt a fehér papírra gondol, gondolom a kukába. Dobjuk. Mi a... What the fuck? Nyitva van az ajt? Tuti, hogy most jött be? Valaki tudja, hogy ott áll fölöttünk? Tuti fix, meghalunk. Nem tudom, hány életem van, remélem, hogy sok. Jó, itt nincs senki. Most egy random kérdés, van-e internetünk? Van. Do you have any enemies? Ezt most ki kell Google fordítoznom. Ellenségeim! Most így konkrétan ellenségeim végül is nincsenek, de elég sok olyan ember van, gondolom, aki nem bír, vagy akivel így nem vagyok jóban. Menjünk az igenre. Basszus! Ha hirtelen eltűnnél, lenne valaki, aki keresni kezdte le? Most. Hát azért nagyon remélem, hogy igen. Azért van egy legjobb barátnőm, meg a családom, meg azt a Annikó se bírná ki nélkülem, de basszus, mi ez a kérdés? Nem akarok eltűnni. Srácok, ha látjátok ezt a videót, és nem adok magamról életjelet, léci, keressetek meg Instagramon, vagy TikTokon, vagy bárhol is. Írjatok, hogy jól vagyok-e. Egyedül vagy. És itt van velem a Nikó. De szerintem itt arra gondol, hogy emberek vannak-e körülöttem, úgyhogy igen, egyedül vagyok. Oké, ciao, én nem biztos, hogy ezt akarom tovább játszani. Most azt kérdezi, hogyha ordítanék, akkor ezt valaki meghallaná-e? Szerintem tényleg el akarnak rabolni. Elég sok szomszéd vesz körül, úgyhogy remélem, hogy valaki meghallaná, de hogy bárki is cselekedne, nem hiszem. What? Tudtam, hogy ez jön. Ismered azt az embert, aki mögötted áll? Tudtam, hogy ez lesz, basszus. Tudtam, én... Úristen, most mit csináljunk? Nem merek megfordulni. Nikó? Szerencsétlen idejön, mert már ő is félt. Nyugalom, nincs semmi baj. Az az ablak is annyira rohadtul félelmetes, és valakinek be kellett, hogy jöjjön ezzel az ajtót. What the... Relaxálj, vegyél egy kis időt a relaxáláshoz. Közi Rambér. Nyugodt vagy? Nem! Tudod, hogy mi történik most?
Nem? Hát vagy gondolom, hogy el akarnak rabolni. Ha felteszek neked egy kérdést, akkor te vagy az, aki válaszol? Bármit vihetsz innen. Bármit vihetsz, bármit neked adok, csak hagyj életben. Köszi! Na, végre! Meg akarod tudni az igazságot? Igen, igen, igen. Attól függ, mondjuk. Nézd ki az ablakodon. Nagyon remélem, hogy itt a mi játékon belüli ablakra gondol, és nem azokra, mert nem merek kinézni, Úristen. Miért megy ez ilyen gyorsan? Nézd körbe. A szoba, az ajtó, a számítógép, egyik sem igazi. Ezt én csináltam, én csináltalak téged. Mi van? Még nem tudom elolvasni, és nem is értek angolul, de ez nagyon gyors. Hát srácok, ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, és velem együtt izgultatok vagy féltetek. Én nem erre számítottam így a játék végére. Ha van esetleg valamilyen videó ötletetek, amit még szeretnétek tőlem látni, akkor azt léci írjátok meg kommentbe. Ha van kedvetek, akkor kövessetek be itt is, valamint Instagramon, ott is ugyanaz a nevem, mint Sandy Makeup, mint itt Sandy Makeup, meg TikTokon is ott is iratkozzatok fel, ha van kedvetek, és akkor majd találkozunk a következő videóban. Sziasztok!